Kérem, hallgassák meg Mezővei Város Önkormányzati Képviselőtestülete döntése értelmében Tímárné Csák Tímea mezőberényi egészségügyért, szociális ellátásért elismerő címmel részesült méltatását. Tímárné Csák Tímea elnök helyettese a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületének, mely a város egyik meghatározó civil szervezete, közel 500 taggal, többségében mezőberényi családdal. Az egyesület elnök helyetteseként neve azonban nem csak a mezőberényi családok számára ismert. Nevét országosan elismert tevékenysége révén jegyzik általa az egyesületét, illetve mezőberényét is. A valamivel több mint 12 éves civil szervezet vezetése, irányítása komoly felelősséggel, munkával és szervezőkészséggel jár, egyike az egyesület azon tagjainak, aki kezdetektől jelen van. Céljuk a családok érdekvédelme mellett a városban élő rászoruló gyermekek, családok számára segítséget nyújtani, szociális támogatást, illetve támogató hálót biztosítani. Tímárné Csák Tímea 12 éve a civil szervezet egyik vezetője, motorja, a segítők, az önkéntesek koordinálója, az adományoztások szervezője, pályázatok írója, azok lebonyolítója. Teszi mindezt szívvel, lélekkel. Évente több ruhaosztás, tartós élelmiszerosztás, gyermekek kirándulása, táboroztatása feltételeinek megteremtője. Példaértékű szociális tevékenysége mellett az ő nevéhez fűződik többek között két nagy rendezvény megálmodása, megvalósítása is. Mindkét esemény kapcsolódik a családok támogatásához, hiszen a kulturális programokba is becsempészi a gyermekek, családok segítését. Az általa megálmodott Kacagó Liget családi nap egész napos kikapcsolódást nyújt a kilátogatók számára, és ingyenes, minden gyermeknek elérhető játék lehetőséget nyújt. A Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka program, mely ma már szintén városi szintűvé nőtte ki magát, elsődlegesen az adománygyűjtést, a melegvételosztást tűzte ki célul. Évek óta a városi programok állandó segítője, számtalan eseményhez kapcsolódó önkéntes munka szervezője, a Vidd és Vedd kabát akció támogatója, a Mikulás Birodalom önkéntese, vagy az Országos Vadásznap rekordkísérletének kivitelezője. Nagyon jó kapcsolatot ápol a város civiljeivel, az önkormányzattal és a helyi vállalkozókkal. Kiemelkedő munkájáért megérdemelten vehette át 2021-ben a Noe díjat, melyet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete adományozott számára a sok éves, kiemelkedő, családokért végzett áldozatos munkájáért. Vallja, hogy az ő eredménye a családja támogatása mellett a tagság közös sikere, mert ezt a munkát csak együtt, egymást segítve lehet végezni. Közvetlen, nyitott és segítőkész személyisége, példa a vele közösen dolgozók számára. Tisztelettel megkérem Siklós István urat, Mezőberényi Város polgármesterét és Körösi Mihály alpolgármester urat az elismerő oklevél átadására, és kérem a díjazottat, Tímárné Csák Tímeát az oklevél átvételére. Kiemelkedő, példaértékű munkája érdemeként Mezőberényi Város Önkormányzati Képviselőtestülete Tímárné Csák Tímea részére 2022-ben a Mezőberény egészségügyiért, szociális ellátásáért elismerést adományozza. Szívből gratulálok! Hallgassák meg Mezőberényi Város Önkormányzati Képviselőtestülete döntése értelmében Séfer Katalin Mezőberény sportjáért elismerő címben részesült méltatását.
Schiffer Katalin élete, életvitele összefügg a mozgás, a sport szeretetével. Mezőberényi diákként, a Mazsorek csoport tagjaként a zene, a tánc volt a meghatározó életében. Általános iskola után a helyi gimnáziumban folytatta tanulmányait és érettségizett a két anyelvi osztályban. Ebben az időszakban csatlakozott a helyi kickbox csapathoz, ahol kitartó, következetes munkával meghatározó versenyző lett. Számtalan megyei, országos és nemzetközi versenyen mérette meg magát, és jeles eredményekkel büszkélkedhet. Ekkor már tudta, ez az ő sportága, és komolyan energiákat belefektetve szeretne foglalkozni vele. Időközben a versenyzőből edzővé, oktatóvá, nevelővé vált. Azóta is vallja, hogy a klasszikus karate nem csak az önvédelem eszköze, hanem egészségmegőrző hatású is. Fontos számára az egység, a test, a lélek összhangja. Folyamatosan képzi magát, és a közgazdász diploma mellett a sportágban edzői vizsgát tett. Időközben megszerzett bírói képesítése lehetővé tette, hogy nemzetközi versenyeken is bíráskodjon. Az elmúlt években az utánpótlás gyerekek edzése a feladata, nagy szakmai tapasztalattal, kellő alázattal készíti fel őket. Irányítatásával több fiatal, tehetséges diák került az élmezőnybe a hazai válogatott keretbe. 2021-ben Jazzolóban a felnőtt VB-n Szelecki Léla 5. helyezést, Solymosi Norbert EB-n szintén 5. helyezést ért el. Az elmúlt évek eredményei őt igazolják, hiszen a sportág körében jegyzik nevüket a mezőbeli karatésok nevét. Ez az ő utánpótlás nevelő munkáját is kicséri. Barna övesként két piros csíkkal példaként tanítványainak. Az edzések mellett a Headland sportcsarnok esek elnöki feladatait is ellátja, 4 szakosztály munkáját koordinálja, 4 különböző sportág tevékenységét egyengeti a szakosztályvezetőkkel egyetemben. 2021 kiemelten nehéz év volt az egyesület életében is, az edzések, versenyek szervezése, feltételek biztosítása plusz terheket jelentett, hiszen a járvány okozta helyzetben az edzők oktatásba fektetett energiája is átalakult. Elkötelezettségének, felelősségteljes személyiségének, kiváló szervezőkészségének köszönhetően a sportág és maga a sportegyesület 2021-ben is működhetett. Példamutató magatartása miatt köztiszteletben áll. Példaértékű tevékenysége szerény, odaadó hozzáállása által szakmailag, emberileg is tanítványai példaképe, akik óvodásként, kisiskolásként miatta is választják a karatét, mint sportágat. Tisztelettel megkérem Siklós István polgármester urat és Körösi Mihály alpolgármester urat az elismerő oklevél átadására, és kérem a díjazottat, Schiffer Katalint az oklevél átvételére. Mezőbeli város sportéletében végzett, magas színvonalú edzői tevékenysége, az utánpótlás nevelés területén végzett, a gyermekek, fiatalok számára példaértékű munkája, közösségépítő tevékenysége, és Mezőberény város nevének öregítése érdemeként Mezőberény város önkormányzati képviselőtestülete Schiffer Katalin részére 2022-ben Mezőberény sportjáért elismerést adományozza. Szívből gratulálunk! Hallgassák meg Mezőberény város önkormányzati képviselőtestülete döntése értelmében Tóth Olivér Mezőberény nevelésért, oktatásáért elismerő címmel részesült méltatását. Tóth Olivér a főiskola elvégzése után a pedagógus pályáját testnevelő tanárként, edzőként kezdte, és azóta is következetes határozottsággal, de határtalan szeretettel dolgozik egyenketi diákjai útját. Mezőberényben 1999 óta bizonyítja a pedagógusi sokszínűségét. Testnevelő, edző, a labdarúgás, a kézilabda, az atlétika sportágak oktatója.
Pedagógus életpályáját a diákközpontú nevelés és oktatás, az új módszerek, megoldások keresése és megvalósítása szövi át, illetve elsősorban a diákok testnevelés oktatásának színesítése a játékeszközével. 2013-ban jelent meg játékgyűjtemény összeállítása, mely középpontjában a játékos oktatás áll. Mottója, hogy a könyvben is megjeleníti Schiller gondolatát, az ember akkor alkot igazán, vagy az ember akkor igazán ember, amikor játszik, és akkor, amikor játszik, akkor igazán ember. Sokrétű szakmai tapasztalatát, nyitottságát hasznosította 2021-ben az online oktatás területén is. Osztályfőnökként példaértékű munkát végez, diákjait nem csak a tanulás fontosságára tanítja, hanem általános emberi értékeket is közvetít számukra. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát, de tanulóit is nagy odafigyeléssel, következetesen készíti fel megyei, országos versenyekre, ahol kiváló eredménnyel szerepelnek. Osztálya három diákjával, a Berényi Bocskorosok csapatával 2021-ben az értéktár vetélkedőn eljutottak az országos megmérettetésig. 2021-ben megválasztották a Mezőberényi Általános Iskola Diáksport Egyesület elnökének, és már abban az évben több rendezvény szervezője volt. Kézilabda, grassroots jellegű osztálybajnokság, iskolai sportfesztivál rendezése fűződik nevéhez, emellett aktív tagja a testnevelés munkaközösségnek. A Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ 2021-ben Játékművelet című bázis intézményi jógyakorlat online bemutatóján testnevelő edzőként mutatta be mesterprogramját, melyet így jellemeztek. Egy hatalmas szaktudással rendelkező, széleskörű módszertani változatosságot, új tanulásszervezési eljárásokat, módszereket, munkaformákat felsorakoztató ízig-vérig pedagógust hallgathattunk. Kiemelkedő az a pedagógiai innovativitás, mely a játékok sokaságával hozzájárul a testnevelés megszerettetéséhez, a játszva tanuláshoz, ezáltal a különböző képességek fejlesztéséhez. Kiemelkedő pedagógiai munkáját a Gyulai Tankerület, mint feltartó és fenntartó is elismerte, és 2021-ben a Pedagógus Napon tankerületi dicséretben részesült. A pedagógus pályáján elért eredményei a szakma, a kollégák visszajelzései alapján elismert oktató-nevelő tevékenysége, példamutató oktató-nevelő munkája is. Kollégái és diákjai körében is tisztelt és kedvelt tanáregyéniség. Tisztelettel megkérem Sikorsi István urat, Mezőberény város polgármesterét és Körösi Mihály alpolgármester urat az elismerő oklevél átadására, és kérem a díjazottat Tóth Olivért fáradjon fel, és legyen át az oklevelet. Területén végzett munkája, példaértékű nevelő tevékenysége és emberi magatartás alapján Mezőberény város önkormányzati képviselőtestülete Tóth Olivér pedagógusnak 2022-ben a Mezőberény nevelésért, oktatásáért elismerő címet adományozza. Szívből gratulálunk! Hallgassák meg Mezőberény város önkormányzati képviselőtestülete döntése értelmében a Borgula Lép Kft., Borgula György és Borgula Péter Mezőberény vállalkozójá ismerő címben részesültek méltatását. A mezőberényi székhelyű Borgula Lép építőipari kivitelező és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság házépítéssel, felújítással és egyéb építőipari tevékenységgel foglalkozik. A családi vállalkozásként induló céget két vállalkozó, Borgula György és fia Borgula Péter neve fémjelzi. Családi vállalkozást építettek fel és építenek tovább, apáról fiúra átadva a cég ügyeinek intézését.
A 2007-ben alapított vállalkozás nettó árbevétele 2020-ban elérte az 1 milliárd forint összeget. Helyi, megyei és országos beruházások köthetőek nevükhöz. Az évek során fokozatosan váltak meghatározó szereplőivé az építőipari kivitelezők körének, egyre több és nagyobb volumenű munkák elvégzésével. Az utóbbi években mezőbelényi vállalkozások telephelyein végzett nagyobb kivitelezői munkáik közül példaként említhető a Csaba Berény gépgyártó Kft-nél, a Fábafém Kft-nél vagy a Kolozsi Kft-nél végzett csarnoképítési tevékenységük. Saját vállalkozásokat is folyamatosan építik, már 5 telephelyük található a városban, és munkahelyteremtő foglalkoztató helyként is számottevőek. Bárhol dolgoztak a megyében, mindenfelől, minőségi kivitelről, a határidők pontos betartásáról érkeztek hírek. 2021-ben a helyi önkormányzatnak 2 nagy kivitelezési munkát végeztek, a Kodály úti Ne felejts óvoda tornaszoba, illetve a bölcsőde bővítési projektek keretében. Nem csak a megrendelő önkormányzattal, hanem az intézmények vezetőivel, munkatársaival is rendszeres egyeztetést folytattak a kivitelezés során annak érdekében, hogy az átadásra kerülő létesítmények minél jobban szolgálják a megrendelők, használók érdekeit. Mezőberényben mindkét munka nagyon jó minőségben a határidőket tartva, illetve előteljesítve készültek el, és láthatóan hosszú időn keresztül fogják szolgálni a mezőberényi kisgyermekek ellátását. Közvetlen kivitelezői munkájukon kívül a helyi civilek és a katolikus egyház támogatására is jut idejük, energiájuk. 2021-ben mind a német, mind a szlovák nemzetiségek szervezeteit jelentős mértékben támogatták. Karitatív munkájuk, felajánlásaik jelentős segítséget jelentenek a helyi civil közösségeknek. Tisztelettel megkérem Siklósi István urat, Mezőberény város polgármesterét és Körösi Mihály alpolgármester urat, az elismerő oklevél átadására, és kérem a díjazottakat, a Borgulai képviseletében Borgula György és Borgula Péter urakat fáradjanak fel a színpadra. Szakmájukban végzett magas színvonalú munkájukért, folyamatos vállalkozás fejlesztésért, a civil szférában tanúsított sok irányú segítőkészségért, Borgula György és Borgula Péter vállalkozóknak Mezőberény város önkormányzati képviselőtestülete 2022-ben Mezőberény vállalkozója elismerést adományozza. Szívből gratulálunk! Kérem, hogy fogadják nagy szeretettel ajándék előadásunkat, Bujáns Attila a Nélküled című dalt énekelőnek. I'm
mint a villámtirke, magányos fenő, mint a vizét veszett patak, mint az odébb rúgott kő, mint fáradt vándor, ki némán emlékér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél, nehéz éveket. Mint a leszakított haldokló világ, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint korba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol rám, olyan leszünk mi is nélküled, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem érted.